Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják, benne elsőként egy stúdió beszélgetést egy gyémán diplomás tanárnővel. Köszönöm a stúdióban Vince Edith tanárnőt, jó estét kívánok, hogy közelmúltban gyémán diplomát vehetett át. Gratulálunk ehhez, 60 évvel ezelőtt vette át az elsőt, és most ugye ezt a gyémán diplomát. Tanárnő, szokástól eltérően kezdjük talán a végén most. Ön ugyan nyugdíjas, de nagyon aktív közösségi életet él. Hiszen részt vesz nagyon sok mindenben, ugye tudjuk, ezt ismerjük, emlékszünk még a bódéi alakítására, a 800 éves évforduló mindenkinek nagyon tetszett. Köszönöm. Mindig ilyen aktív volt egyébként a pályafutásodán, mindig. Igen. Tehát ugye a közösségi életben, iskolai életben mindig igen. Ilyen nagy szerepet vállalt. Igen. Dacos gyerek voltam. Nagyon sokszor hallottam, hogy kés, olló, nem való gyerek kezébe. És én úgy gondoltam, hogy nem gyerek vagyok, hanem leány. És bizony az ollót sokszor használtam. A kamrában kötegekbe állt az újságpapír, és azokból kivágtam mindig a nagybetűket 5 éves koromban. És nagymamát kértem meg, vagy aki éppen otthon volt, hogy mondja meg nekem, hogy ez milyen betű, mert én ezt tudni akarom. És mire iskolába mentem, én már a nagybetűket olvastam és írtam. De gondolom, hogy azért nem dacból lett tanár, ugye annak idején. 1955-ben vette át a diplomát, ami bizony még kemény a rákosi korszak volt akkoriban. Igen. Nehéz időszak lehetett. Milyen volt akkor kezdeni, pályakezdőnek lenni? Hát azért volt egy kicsit nehézkes, mert a főiskolán mi nagyon sok szemléltető eszközt használtunk. Természetrajzórán, földrajzórán, és ezeket szerettem volna én a gyakorlatban is az iskoláknál használni. És bizony ezekre nem volt pénz, és nem volt akarat sem, hogy ezeket megvásárolják. Úgyhogy a szemléltető eszközöket magunk készítettük. Úgyhogy egy-egy órára felkészülés bizony 2-3 órát is igénybe vett, mert szemléltető eszközöket gyártottunk, és ezeket a gyerekekkel használtuk. Nagyon furcsa volt nekik, mert én a főiskolával is tartottam a kapcsolatot. És minden évben összejöttünk évfolyamtársak, osztálytársak Pécsett, a pedagógus vendégotthonba szálltunk meg, és addigra a Pécs vagy a Pécs környéki osztálytársak a főiskola tanszékeiről az újdonság füzeteket, könyveket beszerezték, és nekünk megmutatták, és mentünk a tankönyvkiadóhoz ezeket megvásárolni. Hol kezdte a pályafutást, tanárnő? Melyik volt az első munkája? Gyakorló évemet, mert 2 év volt a főiskola, és 1 év gyakorló év volt, Noszlopon kezdtem, a noszlopi általános iskolába. Kicsit nehéz körülmények között, mert lakás és élelmezés probléma is volt, miután nem volt az iskolának napközi otthonja. És egyik kolléganőm, aki albérletben 1 szobában lakott, megosztotta velem a szobáját. Úgyhogy minden héten hazajártam, és 1 heti élelmiszert összepakoltam, és vittem magammal. És minden évben beadtam a kérvényemet, hogy Ajkára kerülhessek, mert a szüleim kívánsága az volt, hogy hát, ha már végeztem, akkor jöjjek haza Ajkára tanítani. Tőzsgyökeres ajkai egyébként? Igen, igen. Bódéi. Bódéi, egész pontosan. Pontosan, igen. És itt dolgozott a bátyám is, az erőműben volt villamosmérnök, a másik meg önálló pékmester volt. És hát ők is hazajöttek Ajkára dolgozni, akkor nekem is haza kellett jönnöm. És ez sikerült aztán? Igen, Ajkára? Bekerültem Ajkára a Kossuth Lajos általános iskolába 57-be. És 4 évig ott tanítottam, utána meg ketté vált az iskola,
és visszamentem tanítani a régi 4-es számú iskola régi épületébe. De annak idején üveggyár iskolának hívták. Ugye csodálkoztak is, hogy milyen jól felszerelt iskolát hagyok ott, mert biológiából, földrajzból is nagyon jó volt a Kossuth iskola felszerelése, de mondtam, hogy szeretem a kihívásokat. Dacból, csak azért is. És a 4-esben újra kezdtünk mindent. Utána 4 évig ott voltam, és miután kapcsolatot tartottam a főiskolával, osztálytársakkal, nagyon szerettem volna megvalósítani a szaktantermet a 4-es iskolába, de ott nem volt lehetséges, hanem az 5-ösbe, 7-es számú általános iskolába, dr. Tóth Béláné, az biztosított róla, hogy a szaktantermi rendszert megcsinálhatjuk. Biológia, földrajz. Biológia, földrajz, szaktanterem. És akkor ugye a Bódéi kertből minden virágot, növényt, termést, mindent be tudtunk gyűjteni, és ezeket a befelé fordított üvegszekrényekbe tároltuk. És amikor biológia óra volt, többen is voltunk biológia földrajzszakosok, egymásnak ezt odaadtuk. És a gyerekek is végeztek kísérletet, és nagyon örültek neki, mert a diafilmeken is bemutattuk, akkor filmen is bemutattuk, az is volt, akkor írásvetítő is volt, azt nagyon szerettem. Tehát jól érzékelem, akkor sokat javult, igen, és nagyon sokat jött a helyzet. Nagyon sokat javult a helyzet, és nagyon szerettem. Úgyhogy takarítónőnek mondtam, hogy itt a sarokban pók van, nehogy levegye, mert nekem a következő órán a pókra szükségem van. Szemléltető eszköz. És az írásvetítőre rátettem, mondtam a gyerekeknek, most tessék nézni a kivetítőt, hogyan megy a pók? De mondom, nagyon hamar le is veszem, hogy el ne pusztuljon, mert a nagy sugárzás, fénysugár az tönkreteszi a pókot. És nagyon élvezték, mikor a falon látták nagyítva mászni a pókot. Lám, hogyan lehet szemléltetni, ugye? Szemléltetés. Gyakorlatilag igen. Egyszerű, és mégis igen. Milyen igen. Egyszerű módon lehet. Igen. Igen. Aztán nagyon sokat gondot fordítottunk a környezetismeretre, úgyhogy nem szabad letépni a virágot, bokrokat ne bántsátok, madarakat ne zavarjátok, hagyjátok azokat is élni. Úgyhogy... Sikerült egyébként a gyerekekben ilyen szemléletet elültetni? Igen, igen, és annak nagyon örültem, hogy szívesen voltak az órán, szívesen foglalkoztak vele, és beszámoltak, hogy milyen könyveket olvastak. Mert könyveket is javasoltunk, hogy aki ráér, olvasson. És akkor még olvastak. Olvastak. Gyerekek. És utána megmondták, hogy mit olvastak, és én rögtön bejegyeztem, hogy zöld pont gyakorlatra. Ezt be fogom számítani nektek az órán. Egyébként órán kívüli tevékenységekkel is tetszett foglalkozni? Tanulmányi kiránduláson. Amennyire lehetett, a környék üzemeibe mentünk, mindenhol volt ismerősöm, mert ugye én idevaló vagyok, és meg tudtuk mutatni nekik az üzemeket is. És kisebb csoportokba mentünk az üzemekbe, hogy a gyerekek tájékozódjanak, főleg 7.-8., amikor a pályaválasztás volt. Úgyhogy azokat is ilyen helyekre vittük, hogy a gyerekek megismerjék a környezetet, és tudjanak munkahelyet is vállalni. És sikerült. És aminek nagyon örültem, hogy sok gyerekem pedagógus lett. Ezek szerint akkor van kapcsolat a régi tanítványokkal? Hát a régi gyerekekkel. Az első gyerekeim 61-ben végeztek, most 11-ben volt az 50 éves találkozó. És megígérték, hogy évente összejövünk. Hát aki a közelben van, azokkal mindig találkozom. És nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy megismernek, és beszámolnak kisebb-nagyobb, de főleg nagyobb sikereikről. Úgyhogy ez egy
kitüntetés nekem. Hát azt gondolom, egy pedagógusnak a legnagyobb kitüntetés, hát igen, amikor igen. A tanítványai ilyen, ilyen sikeresek. Nagyon örülök. Onnan neki. Tetszett nyugdíjba menni akkor, ezek szerintem? A gyógypedagógiai Molnár Gábor gyógypedagógiai iskolából mentem nyugdíjba, mert a négyes iskola vállalta a gyógypedagógiai osztályok indítását. És akkor, hát, felső tagozatban próbáltak szakosítani, és akkor mondtam, hogy vállalom, tanítom azokat a gyerekeket, és elvégeztem a gyógypedagógiai tanárképző főiskolát is. Megint egy kihívás, ugye? Megint egy igen. Újabb kihívás. És igen. Akkor, hát ott tanítottam, és onnét mentem nyugdíjba. Úgyhogy, hát... Nem csak értelmi fogyatékos gyerekek voltak az iskolában, hanem erősen hátrányos családi körülmények között nevelkedett gyerekek, akiket nagyon szépen lehetett tanítani, nevelni és oktatni is. Talán úgy gondolom, nagyon sok változáson ment keresztül az oktatás ügy és az iskola, mielőtt tanított. Igen. Mi minden volt? Voltak nehéz időszakok? Hát azok voltak a nehezebb időszakok, amikor a vidéki gyerekek a hófúvás miatt nem tudtak bejönni. És egy-egy órából, vagy egy-egy tananyag részből kimaradtak. És hogy segíteni tudjunk nekik, bizony délután, amíg az autóbuszokkal nem indultak el a gyerekek, akkor benn maradtunk és tanultunk velük. Úgyhogy ez egy társadalmi munka volt. De a gyerekekért megtettük. Úgyhogy nem csak egyedül én, hanem hát a tantestület minden tagja a maga területén igyekezett a gyerekeket hát oktatni, és pótolni azokat, amik elmaradtak. Úgyhogy nagyon örültem neki, mikor gyerekek bejelentették, hogy milyen szakmát választottak, és hogy boldogulnak. Hát gondolom, ez az odaadó törődés az, ami visszaköszön, aztán most évek után, ahogy igen, tetszett mondani, hogy igen. Gyerekek mondják, hogy mennyire boldogulnak. Örülök neki, nagyon örülök, hogy sikeresek a gyerekeim. Talán visszakanyarodva ahhoz, ahol kezdtük, most is elég aktív, tevékeny, hogyan telnek a napjai, mi mindennel? Hát a pedagógus nyugdíjas klubban kézimunkázunk, kisebb-nagyobb szerepeket vállalunk, kirándulásokat szervezünk, betegeket látogatunk, ha szükséges, unokáknak segítünk a tanulásba. Van munka elég. Talán akkor további nagyon jó egészséget nagyon kívánunk szépen önnek. Köszönöm, és én is nagyon sok sikert, örömet, boldogságot, egészséges, hosszú életet kívánok önöknek is, és a társainknak is. Köszönjük szépen.